Kolozsvár Teker holnap éri el az egyéves évfordulóját. A tavalyi haverekkel összeálltunk, hogy rendezünk egy versenyt, semmi legális dolog nem volt benne, csak ide pont, ahol most vagyunk, ezen a részen volt. 58-an gyűltünk össze, és azt mondtuk, hogy kész, ezentúl versenyeket fogunk rendezni. Azóta rendeztünk 10 versenyt, ami egy bajnokság, ami áll 6 versenyből. Ma az utolsó versenynap, és még azon kívül rendeztünk 4 más versenyt. Hol tartották ezeket a versenyeket? Kolozsvár környékén pontosan hol? Ezeket mi úgy gondoltuk át a versenyt, hogy mindig minden etap máshol legyen, amiért, hogy minél változékonyabb a hely, meg a helyszín, több és több ember csalogassunk ki. Hát ez pont Kolozsvár környékén volt, hát mondjam úgy, hogy a Bükkerdő, a Hólyaerdő, akkor a Belvedérénél fent van egy nagyon szép kis pálya, csak az a gondával, hogy csak 2 kilométer hosszos, oda már nem fogunk tudni többet menni versenyezni, mert meghaladta a létszám, szóval nem tudja befogadni a pálya a résztvevőknek a számát. És még volt egy nagyon jó versenyünk a Kolozsvár főterén. Éjszakai volt, amit Romániában még senki nem rendezett, de a mai is a haladók és az expertek, ezek akik az elit kategória jobban mondva, ezek sötétbe fognak bringázni. Kicsalogattuk őket az erdőbe. Ez is egy cross-country verseny, ami legelőbbször van megrendezve Romániában éjszaka. Ez egy újfajta biciklizési forma, mindenkinek szól. Családosoknak, gyerekeknek, felnőtteknek, kezdőknek, haladóknak, lányoknak, profiknak. Gyerekeknek, mindenkinek szól. Ezt úgy gondoltuk át, hogy adjuk meg az esélyt mindenkinek arra, hogy részt vegyen egy versenyen. Szokja meg például azt, hogy elmehet egy versenyre, és ne féljen attól, hogy ő ott nem tud elérni semmit. Itt megvan mindenkinek az esélye, csak annyit kell csinálni, hogy jöjjön el, pedalozzon, szokja meg és szeresse. Milyen volt a hangulat ezeken a versenyeken, ezen a 10 hát, versenyen? Ezeken a versenyeken azt tudom mondani, hogy én ma úgy érzem az egészet, mint egy család. Például a tegnap este is kint voltunk, és több versenyző, amelyik versenyez a mi versenyeinken jött és segített nekünk, anélkül, hogy hívtuk volna őket személyesen. Kijöttek, tudták, hogy kint vagyunk, és jöttek segíteni. Pont most beszélgettem az egyik szülővel, amelyik azt is mondta nekünk, hogy ő is úgy érzi, hogy ez egy család. De azt még szeretem benne, hogy már ismerik egymást a versenyzők, meg a családok. Ma például kipróbáltunk egy nagyon-nagyon jó dolgot a family kategóriánál. Azt csináltuk, hogy a bicikliket leraktuk egy helyre, ott hagytuk a gyerekeket, és a szülőket elvittem kb. Egy olyan 100-200 méterre, és úgy adtuk a startot, hogy a szülők keletet szaladjanak, menjenek a gyermek mellé, üljenek fel a bringára, és onnan bringázzanak tovább. Erre a gyerekek kiaváltnak, hogy gyere anyuka, mert tudsz, gyere Tati, gyere gyorsan, gyere, mi elhagytam. Biztatták a szülőket, fantasztikus volt, és most el is határoztuk, hogy ezentúl a start a szülő a családnál így fog lefolyni. Milyen tervek vannak jövőre, Levente? A tervek jövőre eléggé nagyok, de itt nekünk nagy hátrányunk volt az idén a szponzorizálásokkal. Nagyon nehéz pénzt beszedni, és ez alkalommal felszeretném kérni azokat, akik ténylegesen az embereket szeretik, és azt, hogy mozgásba lendítsék őket, hogy segítsenek. Nekünk nem kell semmi pénz erre, hogy személyesen nyerjünk valamit belőle. Nekem az a véleményem, és nekem elég tétel, hogy azt, hogy én itt látok kint 3-400 embert, amelyik biciklizik, nekem ez elég. Jövőre a tervek azok ugyancsak bajnokság, ami ugyancsak 6 futam lesz, lesz az éjjeli. Jövőre hát, ha összejön a gyorsaság is, az idénre nem jött össze, lesz egy maraton is, amit megrendezünk, és lesz több gyerekversenyünk. A rendőrséggel van kötve egy szerződésünk, és azon belül fogunk versenyeket rendezni a gyerekeknek a sportcsarnok előtt.